Ha elalakú formikáriumba indítjuk a hangyabolyunkat, akkor költöztetéskor egyből engedhetjük őket beköltözni a fészek részbe. Az ilyen elrendezésű formikáriumokban nem tudnak olyan könnyen eltévedni, mint a függőleges fészkes farmokban. Vízszintes irányba könnyebben ki tudnak járni a kifutóba, és kisebb létszámnál is hatékonyan megtalálják az élelmet. Még a beköltöztetés előtt érdemes eldönteni, hogy mekkora hangyafajt rakunk a farmba, és annak hány réteg plexik el. A formikit farmokban minden réteg 3 mm-t ad hozzá a fészek magasságához. Kisebb fajoknak elég lehet egyetlen réteg élőhely is, viszont ügyeljünk rá, hogy így a párásító szivacs is vékonyabb lesz, tehát jóval hamarabb kiszárad, gyakrabban kell majd párásítani. Azt is el kell döntsük, hogy akarunk-e rácsot a párásító szivacs mellé, vagy sem. Az elalakú farmokban általában két párásító van, ezért kezdetben jó megoldás lehet az egyik rácsot kivenni, a másikat bent hagyni. Ezek a rácsok védik a párásító szivacsot, hogy ne rághassák szét a hangyák, ugyanakkor gátolják is őket a közvetlen itatásban, ezért a ráccsal rendelkező szivacsokat jó alaposan áztassuk be fecskendővel, és ügyeljünk rá, hogy nedvesek maradjanak. Beköltöztetés előtt is mindig a szivacsok párásítása legyen az első lépés. Párásítás után ragasszuk le a nedvesítő nyílásokat egy darab szigetelő szalaggal, hogy lassítsuk a kiszáradásukat. Mivel az elalakú farmba nem fér bele egy normál méretű kémcső, ezért kétféle módon költöztethetjük bele őket a farmba. Lassabb költöztetésnél az oldalán lévő összekötő nyílást használjuk, és a hangyák maguktól költöznek. Beborításnál gyorsan és határozottan a kifutóba borítjuk a bandát. Választ ki, hogyan költözzenek.